Szerintem kevés foshatóbb helyzet van, mint amikor egy havas téli délutánon az erdőben való sétálás közben belefutsz egy elhagyatott mauzóleumba, ráadásul teljesen véletlenül. Viszont velem pontosan ez történt a Schaffholzi erdőben, és mint kiderült, ez itt Hans Georg Friedrich Werner von Seebach báró temetkezési helye. ...1897-ben készült el, és emberünk 300 ezer márkát investált végső nyughelyébe. De mondhatnánk, volt pénz lóvéra, ugyanis hagyatékából még egészen 1945-ig gondozták a mauzóleumot, utána viszont magára hagyták. Az erdő mára teljesen körbenőtte a területet, ugyan 1992-ben a legszükségesebb felújítási munkákat elvégezték rajta, de ezen kívül semmi érdemi állagmegóvás nem történt. Rápróbáltam a bejárati ajtóra is, ami legnagyobb meglepetésemre nyitva volt. Hát, elég creepy, a falakon azért látszik, hogy alulról párszor rendesen felázhatott, illetve hatalmas repedések vannak a padlón. Több mint érdekes, hogy a kupola meg tetőrész teljesen rendben van, pedig mint tudjuk, az szokott először tönkre menni és kezd el beázni az épület. A vandáloktól meg egyéb kíváncsi látogatótól mindössze pár darab magánterület belépni tilos tábla védi. Mivel ez nem egy tervezett látogatás volt, csak a telefonom volt nálam, az is 10%-on, ezért készült ilyen kevés kép meg videó, de remélem így is tetszett.